Tomi vagyok. Ria. Szia, Ria, nagyon örülök. Ismered a francia kártyát? Nagyon igen. Ismered. Különböző lapokból áll, szép színes kártyák, és van kedvenc lapod? A négyes. A négyes. Piros vagy fekete? Piros. Szívecske vagy rombusz? Szívecske. Szívecske, alias kör. Na most, választani fogsz egy kártyát, ejtem le egyesével a lapokat, és hogy ejtem le a kártyákat, mondd bármikor, hogy stop. Jó. Stop. Fordítson a lapot, ahol megállítottál, mutasson a kamerának is. Neked nem utasod, én nem akarom látni. Sejtelme sincs dob, ide vissza. A kártyát azt így elemeljük a csomagba, és így be is pörgetjük, jó? Na most valahol bent van a csomag közepében a kártyát, valószínűleg nem fölül van a választott lap, ez itt a szívecskeház. Van egy titkos gomba csomag tetején, itt középen, hogyha ezt a gombot megnyomjuk, akkor a lapod az fölülre tud ugrani. Ez bármikor működik, tehát hogyha a kártyádat azt betesszük itt középen, akkor ugye most nem fölül van, nyom meg a titkos gombot, fordíts meg a lapot, a kártya az fölülre ugrod. Na most ez bármikor működik, úgy is működik, hogyha csak félig nyomjuk be a kártyát középre. Többit ezt fog meg te, és nagyon lassan benyomom középre, ugye nincsen fölül, ez az ötös. Igen. És nyom meg a gombot a papli tetején. És ebben a pillanatban szív négyes eltűnt ebből a papiból. És fordítsd meg a felső lapot, és a te papidon tud fölülre jönni. És a legdurvább az az, amikor real time-ba jön fölülre a kártya, tehát látni fogod, amint fölülre érkezik. Na. Ez úgy történik, hogy megjelöljük a lapot, méghozzá úgy, hogy meghajlítom. Igen. Művészek rémáma. Most, ha behúzom középre, akkor látod, hogy meghajlított lap az bent van középen. Nem igaz. És így is fölülre tudni, amit már én se értek. Köszönöm. Én köszönöm.